A vád szerint a jelenleg 22 éves férfi előbb 2022. október 3-án az esti órákban Tiszaföldváron keveredett szóváltásba egy másik férfival, melynek során a sértett több alkalommal ököllel arcon ütötte, majd megrugdosta. A sértettnek a bántalmazás következtében két foga kiesett. Ezt követően a férfi 2023. április 16. napján a hajnali órákban megjelent egy 64 éves mozgásszervi panaszokkal küzdő férfi Cibakházi ingatlanánál. A vádlott az udvarra bement, a házajtaján bekopogtatott, illetőleg a sértettnek bekiabált, mire a sértett a férfit a ház előterébe berengette, ahol a vádlott frontin gyógyszert kért az idős férfitől, melynek a sértett többszörű kérés ellenére sem tett eleget, ezért az elkövető őt a földre lökte, majd ököllel, illetőleg a helyszínen talált 27 cm nagyságú kalapáccsal több alkalommal megütötte őt, miközben folyamatosan a gyógyszert követelte tőle. A férfi a bántalmazással végül csak a sértett hangos segélykiáltásai miatt hagyott fel, és a helyszínről távozott. A bántalmazás következtében az idős férfi törésekkel és zúzódásokkal járó súlyos sérüléseket szenvedett el. Az ügyészség a vádiratában a fiatal férfival szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyben a Kunszentmártoni járásbíróság fog döntést hozni.